köszöntő végén szokták átadni a virágot, de Aranka megkért, hogy tegyezzem, és én egy nagy tiszteletnek tartom ezt, és el is fogadom, és azért fogom így, hát ilyenre fogni a beszélgetésemet. Nagyon köszönöm, hogy ezt a nótaestet 5 éve már szervezett. Azt is köszönöm, hogy ebben a városban nem csak a nótaestet, hanem sok minden dolognak szervezője, segítője és aktiválja vagy. És nagyon hosszú, egészséges életet kívánok még neked, mert szükségünk van rád. Úgy gondolom önöknek is, meg a városnak is. Engedd meg, hogy ezzel a kis csokorral hadd köszönjem meg. Jó estét kívánok, mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Hát nem este délután van, csak besötétítettek itt bent, úgyhogy egy kicsit elnézést kérek. Ezeken a deszkákon nekem is nehéz megszólalni, hiszen Pali bácsit én is nagyon régóta ismerem. Két dologról szeretnék vele kapcsolatban beszélni, a zene és a sport. Hogy jön ez a kettő össze? Hát mi nagyon sokat futballoztunk együtt, és 15-20 évvel volt idősebb nálunk az Adi iskolában a teremben, és nagyon sokszor eszembe jut most már, amiket ő akkor mondott nekünk, hiszen mi csikók, hogy így mondjam, akkoriban egy hosszabb indításra nem ért oda Pali bácsi, kicsit megkorholtuk, hogy Pali bácsi, hát egy kicsit fürgébben, és most én járok így, a csikók mondják nekem, hogy járj egy kicsit fürgébben, és nagyon-nagyon megértem őt, és mindig azt mondja, hogy a kor az nem dicsőség, hanem állapot. Nagyon igaza volt ebben, ezt most érzem én is csak igazán, és hát Karcsi barátom, a polgármester úrral együtt vagyunk még abban a csapatban, amiben ő is futballozott. Hát remélem, hogy majd nagyon sokára még a mi szempontunkból focizhatunk majd együtt az égiekkel, vagy az égiekben, és ismételten korolhatjuk majd egymást, mert utána ez mindig elszállt, és egy jó hangulatú beszélgetést folytattuk. A zene a másik. Ugye, mint hallottuk, énekelt, nagy odaadással tette ezt, mint hallottuk azt is egyedi előadásmóddal. A zene nagyon fontos mindannyiunk életében. És azt kell, hogy mondjam, hogy önöknek, akik itt hónapra összejönnek, és ezt a népzenét támogatják, és segítik, hogy ez fennmaradjon és működjön, ebben mindannyiunknak, önöknek is, a fellépő művészeknek is nagyon nagy, hogy is mondjam, felelősségük van. Hiszen ezt a zenét át kell adni a fiataloknak, és hát valamit ki kell találni, hogy ez a dolog működjön. Úgy tudom, hogy Janicsák István is föl fog itt lépni ma, legalábbis a repertoárban benne van, nem tudom, hogy megérkezette. Szeretném a Zizi Labort is egy kicsit bizonyára emlékeznek rá, ők egy gyári zenekar volt, Orosz László, ugye, aki itt ebben a házban dolgozik, ő is tagja volt ennek a zenekarnak. Milyen érdekes az, hogy milyen nagy sikere van annak a zenének, amiben egy kicsi népi motívumok bekerülnek. Gondolják végig, az Zizi Labornak nagyon nagy sikere volt a Veresegyházi asszonykórussal, ugye, a népviselettel, a kicsit népi hangzással, és mennyire fontos ez mindannyiunknak az életében, és milyen sok fiatalt megragadott ez az előadásmód, ez a stílus. És azért gondolom én azt, hogy erre nagy szükség van, hiszen én is nem olyan régen egy baráti társaságban voltam, és hát születésnapot ünnepeltünk, mint ahogy szokott lenni, kicsit emelkedett lett a hangulat, és hát előjöttek a nóták. És milyen érdekes, hogy a nóta mennyi mindent ki tud fejezni, milyen sok érzelmet ki tud fejezni, és erre szükség van. Ha az ember nótázva fejezi ezeket ki, akkor a vidámság is, meg a bánat is sokkal mélyebben elül az emberbe, sokkal szenvedélyesebb, és hát sokkal jobban iránymutató. Én nem is húzom tovább a köszöntésemmel önöket, mert hiszen nem én miattam vannak itt, hanem azért, hogy ünnepeljenek. A művészek már itt toporognak, és szeretnék előadni a tudásukat. Én mindenkihez, vagy mindenkinek ez a mai délutánhoz nagyon jó szórakozást kívánok, és a továbbiak pedig nagyon jó pihenést. Köszönöm, hogy meghallgattam.